Kárpát-Kuba labdarúgótorna, lépcsőházi szabályok, nyulak tenyésztése térségünkben, Medikopter alapítvány támogatása. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2019. december 13-án 18 óra 5 perckor. Karcag adott otthont a 10. Extrakunt Pharma Kárpát-Kupa nemzetközi ifjúsági férfi labdarúgó tornának. Nagy értéknek tartom, hogy a Trianon által elszakított országrészekből érkező csapatok is részt vesznek a megmérettetésen, és így egymás megismertetése, közösségeink összefogása előtt is új lehetőség nyílik, mondta köszöntőjében a torna fővédnöke dr. Fazekas Sándor országgyűlési képviselő, aki szerint nagy megtiszteltetés, hogy Karcag adhat otthont ennek a rangos megmérettetésnek. Határon túlra is átnyúló Kárpát-medencei összefogás eredménye, magyar fiatalok méretik meg itt a tudásukat teremfociból, és én örülök annak, hogy Karcag újra otthon tehát ennek a rangos megmérettetésnek. Hát bízom benne, hogy a karcagiak megnyerik természetesen ezt a focitornát, és hogy sok karcagi eljön ide megnézni, hiszen itt díjmentes a részvétel, illetve a látogatás a sportrendezvénynek. A célja az, hogy a határon túli magyar fiatalok találkozzanak az óhaza beliekkel, és megismerkedjenek Karcaggal, a mi városunkkal. Én köszönöm a szervezőknek azt, hogy segítik ezt a programot. Jó néhány szponzorunk is van, köztük karcagi támogatók, és hát bízom benne, hogy a kupa betölti a küldetését, tehát megy körbe a Kárpát-medencében, most Karcagon van, és utána innen majd újabb helyszínekre pedig el tudjuk vinni a karcagi fiatalokat is. F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő szintén azt hangsúlyozta, hogy a nemzetközi esemény jóvoltából néhány napra megtelik a város az utánpótlás labdarúgás rajongóival, a sportág neves hazai művelőivel, és ezen a kupán csak magyar csapatok játszanak, legyenek határon innen is túl, jelentette ki a képviselő. Ez egy nagyon szép torna, összehozza a fiatalokat, egész Kárpát-medencéből a magyar fiatalokat, és nagyon jó a szervezés szempontjából, hogy meg kell mutatni, hogy minden magyar fiatal bármelyik városba, Kárpát-medencébe otthon van. Egy sepsiszentgyörgyi Karcagon, egy karcagi székelyudvarhelyen, és mutatja azt, hogy összetartozunk, hogy a magyarság egységes bárhol lakjon a magyar Kárpát-medencében, és a sport által pedig egy nagyon csodálatos dolog. És az még csodálatosabb, hogy mi vagyunk karcagiak, ennek a házigazdái, én már második alkalommal. Dobos László polgármester a torna szervezőinek megköszönte, hogy immár 10 év alatt második alkalommal hozták Karcagra ezt a rangos versenyt, s házigazdaként sikeres szereplést kívánt a vendégeknek és a hazai csapatnak is. Az igazi elismerés az, hogy második alkalommal megrendezhettük. Természetesen minden további rendezést örömmel vállalunk, de az igazi az volt, amikor elindult ez a torna a maga útján, és akkor rögtön második alkalommal megkaphattuk a rendezés jogát, és minden bizonnyal, sőt biztosan tudom, hogy nagyon-nagyon jól érezték magukat itt a csapatok, nagyon színvonalas versenyek zajlottak, úgyhogy örömmel látjuk most is őket, és örömmel adunk helyt ennek a rendezvénynek. Ez a korosztály az a korosztály, amelyik tulajdonképpen fizikailag elnyűhetetlen, tehát itt a sorozatterhelésre sem lehet majd panaszkodni, mert ezek a fiúk, ezek akár reggeltől estig is el tudnak játszani, el tudnak focizni. Minden bizonnyal nagyon színvonalas mérkőzéseknek lehetünk szemtanúi. Valóban felnőtteket megszégyenítő módon játszanak ezek a fiatalok, fizikálisan is jók, taktikailag is érettek, aki ide kilátogat, az jól fogja érezni magát, jól fog szórakozni. A két nap alatt Karcag, Magyar Kanizsa a Vajdaságból, a Susi Sárospatak, a Sepsiszentgyörgy Erdélyből, a Székelyudvarhely szintén Erdélyből, a Beregszász Kárpátaljáról, a Csepeli Utánpótlás Sportegyesület, a Sziládi RFC Kiskunhalas csapatai versengtek az első helyért. A megnyitó után a Diriné Kulturális Központ Pántlika néptáncosai adtak műsort, majd kezdetét vette a kispályás labdarúgó torna. A társasházak lépcsőfordulóiban nem minden tárgyat helyezhetünk el. A szabályok egyértelműek, szabadon kell hagyni a közlekedő utakat. A Karcag Televízió Vál Tamás szakemberrel beszélgetett.
virágok, kerti bútorok, egyéb tárgyak. Nem mindent helyezhetünk el a lépcsőházban, mert könnyen megtörténhet a baj. A betartandó szabályokat a társasházak tűzvédelmi szabályzata és a katasztrófavédelem szabályozza. Minden társasháznak van saját tűzvédelmi szabályzata, leírása arra, hogy mit lehet, meg mit nem lehet. Vannak általános szabályok is. Azt mondja a katasztrófa védelem, hogy a közlekedő utakat, azokat biztosan szabadon kell hagyni. Ennek megvannak a méretei, hogy milyen szélesen. A közlekedő utak, tehát lehet lépcsőfordulókba dolgokat betenni. Lehet 2 méter, tehát mondjuk, hogy az ember magasságnál valamivel magasabban, mondjuk 2 métertől fölfelé falra virágot kihelyezni. A virág az nem éghető anyag. Éghető anyagot nem. Tehát még a nem közlekedő útra, például mondjuk lépcsőfordulóba is a műanyag kerti bútort bepakolni nem szabad, könnyen előfordulhat, hogy ez valamilyen eljáráson maga után, hogyha a hatóság megy és ellenőriz. És semmilyen egyéb úton, módon közlekedő utat nem szabad lezárni. A kitett dolgokért a lakók felelnek, az ellenőrző szervek a lépcsőház kezelőit keresik meg először, amiért büntetés is járhat. A gyakorlat az az, hogy amikor a hatóság jön és ellenőriz, akkor a társasház kezelővel veszik fel a kapcsolatot, mert hogy közös épületrészek kerülnek ilyenkor, vagy vonódnak ellenőrzés alá, a lépcsőház az közös tulajdonban van. Ha konkrétan megtalálható annak a tulajdonosa, ami szabálytalanul van kihelyezve, mondjuk legyen ez akkor a kerti bútor, akkor elképzelhető, hogy vagy írásbeli figyelmeztetést kap a hatóságtól, vagy akár közvetlenül őt bírságolják, de az is előfordulhat, hogy a társasház kapja ugyanezt, a társasházat bírságolják, és a társasház, hogyha tudja, akkor visszavezeti a szabálysértést, szabálytalanságot elkövető tulajdonosra. Ha ez nincsen, tehát nem tudjuk, hogy ki volt az, nem megtalálható, régen elköltözött, 1000 éve ott van, akkor az a társasház felelőssége lesz, és a társasház fogja állni ennek a következményeit. A rácsokkal elzárt folyosók helyzete nem egyszerű. A szakember elmondta, amivel a betörések ellen védekezünk, így ez nem szabályellenes, de biztosítani kell azt, hogy gyorsan nyitható legyen. Érdekes a dolog, mert ugye a betörés védelem miatt szoktuk ezt csinálni. Azt mondja erre a hatóság, nem olyan régen voltam pont egy ilyen előadáson a Püspökladányi Katasztrófa Védelmi Kirendeltségen, ahol elmondták, hogy az ő hozzáállásuk az az, is feltételezem, hogy országosan is hasonló lehet, hogy igen, ezekre lehet akár szükség a mindenféle betörésvédelmi rácsokra, viszont akkor valahogy meg kell oldani, hogy aki azt zárja, nyitja, annak a, vagy az az ember, vagy annak a kulcsa mindig elérhető legyen, és gyorsan nyitható legyen, hogyha például mondjuk egy tűz van. A pontos szabályozásról a katasztrófa védelem tud felvilágosítást nyújtani. Túl van a válságon a nyúltenyésztési ágazat. Egyre többen választják ezt a tenyésztési formát. Az előző évek állatvédelmi problémái, az állatbetegségek megjelenése és az orosz embargó nem hatott jól az ágazatra, mostanra viszont sikerült kilábalni a tenyésztőknek. 5 évvel ezelőtt csak nem 4.600.000 vágónyulat neveltek fel a tenyésztők, pár év múlva ez a szám lecsökkent 3.5 millióra. Tavaly azonban újra felélénkült az ágazat, és az végre már 300.000-rel több vágónyulat szaporítottak a gazdálkodók, ezzel pedig 8,7%-kal bővült az ágazat. Ez a karcagi tenyésztő állatait rendezvényeken mutatja be, hozzásegíti társait, a tenyésztőket az egyes fajták megismeréséhez, segítséget nyújt a tenyésztői tapasztalatok kicserélésére, továbbá tenyész állatok beszerzésére. Az évente megrendezésre kerülő nyúlkiállításról lehetővé teszi több városban élő állampolgárok számára a nyúlfajták megismerését. Eljárunk ide-oda az országba, meg más országokba is, de mindenütt, ahol megjelenünk, rettentő sok állatbarát van. És szinte azt mondom, hogy kivétel nélkül, aki egy ilyen kiállításokon, ahol nem csak nyúl van, hanem más élőlény is, baromfék, galambok, mindenki felhasznál. Tehát nem tiltakozik senki se a állat bőrét felhasználni, tollát, vagy a fácánoknak a farktollát, vagy egy díszes madárnak a tollát felhasználni, akár a divatvilágba, mert ez egy természetes dolognak, velejárónak jár szerintünk.
Jelenleg 130 kiállító ketreccel rendelkezik. Évente 3 kisállatbőrzét rendeznek, amelyen a kisállatok széles palettáját vonultatják fel. Magyarországon előállított több mint 10 000 tonna nyúlhús, 98%-át exportálják, és csak 2%-a kerül a hazai boltokba. Ezért is népszerűsítik folyamatosan az itthoni nyúlfogyasztást. Felhasználás az mindenki, amikor akarja, akkor vágja le, amikor amit akar főzni belőle. Hát ez nagyon egészséges, sokrétűen felhasználható. A szőrével azt egyre kevesebb benne ki lehet készíteni, és nagyon szép rém van belőle. Gyönyörű kabátokat, gyönyörű téli ruházatot lehet belőle, akár díszpárnákat, akár kulcstartókat, nyakpárnákat, olyan különböző használati dísztárgyakat felhasználásra is el lehet tenni, ami örömét leli az ember benne. Tehát egy gyönyörű, szép emlék, egy szép használati tárgy. Egyre jobban visszajön, most már kuriózum, hogyha nyulat eszünk, vagy galambot eszünk. Ezelőtt meg szinte természetes volt. Ez megint egy ilyen régmúltból felfutó ágazat lesz szerintem, és egyre jobban. Tehát a nagy multiknak a kész étterem, a gyors étkezde, ezek előbb-utóbb kifutnak, mert az emberek rájönnek, hogy nem biztos, hogy az van, amit látnak. Nem biztos, hogy mindenki hisz a szemének, hogy ez milyen szép ez az alma, ez milyen szép ez a hús. Nem tudják, hogy az hogy került oda, hogy állították elő, milyen helyen, milyen környezetbe, meddig. Így, amik őstermelők, meg kis feldolgozókban van, meg közel az élőhelyükhöz, a környező piacok, vásárokon, jobban megbíznak benne abba az áruba, akinek azt a hentes boltból örömmel jár, aki ismeri azt a hentes, tudja, hogy ennek mindig jó árúja van, evel nem volt probléma, ez a csirkét, akitől veszik az őstermelőpiacon, azzal nem volt probléma, el tud menni hozzá, meg tudja nézni, hogy milyen környezetben, vagy esetleg azon a tanyán, azon a rencsen, farmon is tudja megvenni, ahol ezek elő vannak állítva, és látja, hogy milyen körülmények közt van nevelve. Jobban megbízik abba, mint amikor bemegy egy multiba, és akkor csak egy nylon zacskó veszi körül azt a terméket. Az állatonként 2000 forintot az vehet igénybe, aki legalább 10 anyanyulat tart, emellett pedig állategészségügyi támogatások is elérhetőek. A Medicopter Alapítvány, mint a Magyar Légimentő Nonprofit Kft. Szerződéses támogatója kitűzött céljai megvalósításához a Karcagváros önkormányzat támogatását kérte. A sürgőségi ellátás során a magyar légimentők az egész ország területén évről évre egyre több életet tudnak megmenteni a sürgőségi betegellátásban alkalmazott megfelelő eszközökkel, felszerelésekkel. Speciálisan kialakított eszközeik a folyamatos használat mellett elhasználódnak. Pótlásuk szükséges. Jelenleg monitor defibrillátort, mechanikus kompressziós eszköz, sürgőségi táska, oktatási felszerelés, intraosseális eszköz, sürgőségi kézi ultrahangkészülék, lélegeztetőgép, munkaruházat és egyéni felszerelés beszerzéséhez kérnek támogatást. Önkormányzatunk 2015 óta minden évben támogatja az alapítványt, eddig összesen 50 000 forint összeggel. Dobos László polgármester javaslatára ebben az évben 20 000 forinttal támogatta az alapítvány tevékenységét a Karcagvárosi Önkormányzat képviselőt. Testülete. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcagtv.hu weblapon. Kellemes hétvégét, viszontlátásra!